Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy érdekes kis programot szeretnék bemutatni. Általában úgy van, hogy ha dolgozom, akkor eléggé elmerülök a munkába, és egy csomó mindent elfelejtek. Erre kellett valamit kitalálni. Általában a régebbi időszakban én felszoktam húzni az órámat, a mobiltelefonon lévő órámat, illetve ott keresgéltem ilyen-olyan emlékeztető programokat. De nyilvánvalóan kényelmesebb lenne az, hogyha rögtön az asztalomon, mármint a monitoron, a GNOME asztalon érkezne egy jelentés, egy figyelmeztetés, egy hangjelzés arra, hogy valamilyen teendő van, és az is jó lenne, hogyha nem annyi lenne az egész, hogy beállítok egy időpontot, és akkor egyszer emlékeztet, hanem ennél egy kicsit skálázottabb, kényelmesebb. Hát most találtam egy nagyon jó kis emlékeztető, figyelmeztető, figyelemfelhívó programocskát, ráadásul úgy készült el, hogy Flatpak csomagban terjesztik, azaz az összes disztribúcióban, ahol Flatpakot lehet használni. Ez egy univerzális formátum, szerintem minden Linuxban bent van, használható, telepíthető lesz ez. Azaz nem vagyok kitéve annak, hogy például használok most akármit, például jelen pillanatban Nobarát, és valami oknál fogva át kell térnem másra, akkor esetleg keresgélnem kell ilyen csomagokat, esetleg ami megoldható, meg általában szokott is ilyesmit csinálni az ember, forráskódból lefordítsam, azaz a Flatpak, a Flathubon elérhető termékek, programocskák, azok bizony nagyon praktikusak. Na hát, első körben mit kell csinálni ahhoz, hogy valaki egy adott programot telepítsen? Első körben nem telepítünk, megkeressük a honlapját, illetve ahogy jelenleg a legtöbb esetben, nagyon sok esetben nem oldalak vannak, weboldalak, hanem felmegyünk a GitHub vagy a GitLab oldalra, ahol a forráskódot meg egy kis leírást találunk. Na hát, az első körben, ezt kikapcsolom a fordítót, hogy mindenki meg tudja találni, megkeressük ezt, hogy Reminders, tehát Reminders. Ezt megkeressük, a leírásban ott lesz a linkje, gyakorlatilag mindenki megtalálná, de biztos, ami biztos, betettem. Megnézzük a forráskodot, nyilvánvalóan nem megnézzük a forráskodot, mert az nem nagyon értünk, de legalább ehhez az oszlophoz oda megyünk, megnézzük, mikor frissült. Általában nem szokott gond lenni egy régebbi programmal, de azért jó lenne, hogyha nem egy 10 évvel ezelőtti komolyabb, esetleg rendszert érintő programot telepítenénk, hanem azért jó lenne, hogyha az elmúlt fél évbe, egy-két hónapba, egy évbe ízlés dolog szerint bizony frissülne a forráskodja. Természetesen vannak elkészült, kész, befejezett projektek, amit nem fejlesztenek, de azért annak mindig nézzünk utána, hátha találtak benne valami hibát. Nézzük is meg, mit tud. Első körben, ahogy lehet látni, így fog kinézni, nagyon intelligensen van sötét, illetve világos megoldása is. Én szeretem a sötétebb kinézetet. Következő dolog, lefordíthatjuk, hogy mit tud. Állítsunk be emlékeztetőket, értesítések küldése, szűrése, keresése, egyéb. Na hát ez nagyon jó dolog, bár az én szintemen, ahogy én használom, pár 4, 5, 6, 10 darab emlékeztetőt nem szűr az ember, meg nem rendezget, hanem berakja, aztán örül, hogy megkapja az emlékeztetőket. Az emlékeztetőket fontosként vagy befejezetként is meg tudjuk jelölni. Jó dolog, érdemes ezt használni, hiszen hogyha valami kész van, akkor befejezetnek tudod jelölni, vagy pedig, hogyha valami fontosabb, fontosnak tudod jelölni, oké. És ami nagyon-nagyon fontos, opcionálisan lejátszhat egy hangot az értesítések küldésekor. Hát ez azért jó, mert hogyha az ember figyeli az egyik monitort, és a másik monitoron jelenik meg éppen az értesítés, az bizony nem kellemetes dolog, hanem igazából zavaró, mert megkapod az értesítést, a program elvégezte a munkáját, a funkcióját nem töltötte be, nem vetted észre. Azaz jó a képi értesítés és a hang értesítéseket együtt használni, akkor 101%, hogyha itt vagy a gépnél, nem marad el. Különböző beállítások lehetnek, ami nekem nagyon-nagyon kényelmes, ezeket a fájlokat, az iCal fájlokat is tudja ő importálni, mert sok eseményről, rendezvényről, beszélgetésről így küldik ki egy ilyen fájlba az adatokat, ezt beimportálod, és akkor már az időpontban ő jelezni fog. Kényelmes dolog. A többi jelenleg bennünket nem nagyon érint. Miért? Mert a kézi telepítés, az építéssel kapcsolatos gondolatok
Nyilvánvalóan nem szeretnénk ebbe belemászni, egyszerűen a Flatpak csomagot szeretnénk installálni. Installáció előtt logikus feltételezés az, és ezt kövessétek, mert én egy-kétszer belefutottam, hogy nem így jártam el, és valami hiba volt. Hibát jelzett a gép. Egyéb, kapcsoljuk ki a fordítót, hogyha használjuk, nehogy a parancsot lefordítsa, mert az install helyett telepítés, hát az bizony nem fog működni. És a FlatHub-ra oda fogunk menni. Hát itt elolvashatjuk ugyanazokat a dolgokat, ami a GitHub oldalon ott volt. Igazából evel nem tölteném az időt. Nagyon egyszerű a dolog. Ide van írva, hogyan lehet telepíteni. Ezt szépen kimásoljuk az egészet. Azaz sem az elejéről, sem a hátuljáról nem maradhat le egy betűse, mert akkor nem fog működni. Szintén igaz az, hogy én belefutottam abba, hogy slendrián másoltam ki egy-egy hosszabb parancsot, egyetlen egy ilyen visszaper pontos vesző dolog maradt le a végéről, és utána negyed órán át morogtam, hogy miért és hogyan nem működik az egész, mi a probléma lényege. Nyitunk egy terminált, én a Kittit használom, bár nem ez az alapértelmezett terminál, nagyon kényelmes, bemásoljuk a parancsot, beírhatod kézzel is, nem igazán ajánlott, beírhatod, és leenterezed. Az enterezés után bizony kiír egy-két dolgot, ennek örömére kinagyítom, kéri azokat a dolgokat, hogy ön mit szeretne még föltelepíteni, mi az, ami ehhez kell, nyilvánvalóan ezt el kell fogadni Y-nal, yes-szel, vagy az Enter megnyomásával, hiszen a kiemelt betű, nagybetű, az Y, ami nagybetű, az az alapértelmezett gondolat, hogyha az Entert megnyomod, akkor az hajtódik végre. Megnyomod, oké, nagyon-nagyon kedvelem a Linuxba ezt, hogy bármi van, mindent kír, olyan bőbeszédű, kivéve akkor, amikor nem, bizony kírja. A következő, amire nagyon figyeljünk oda, és általánosságban is igaz, maga a program, ilyen picike, 42 kilobajtos, bizony nem egy nagy dolog, meg van hozzá egy 5,4 megabajtos, és hozza magával az egész GNOME rendszert, az egész Flatpak GNOME rendszert, aminek a mérete nem 326 kilobajt, hanem 326 megabajt. Természetesen ezt egyszer telepíted, és azután, hogyha a GNOME-ot kívánó rendszer, Flatpak rendszert, programot, akármit szeretné telepíteni, nem fogja még egyszer ezt a 300 megát újra letölteni és telepíteni, de nyilvánvalóan azon is el lehet gondolkodni, hogy egy picike kis programhoz, na hát ennyi háttérprogram fog érkezni, szintén Y-ra ütünk, enterezzük, és utána lefut. Igen, sokan azt mondják, hogy elég lassú a FlatHub, tehát ahonnan ezeket az adatokat kapjuk, előfordul. Azt kell mondanom, hogy előfordul, de gyakorlatilag nekem nem szokott gondot jelenteni. Én általánosságban azt mondom, hogy van olyan helyzet, amikor leterhelt, de egyre nagyobb hardverje van és dolgozik. Oké. A következő lépés természetesen az, hogy kipróbáljuk a programot. A programról nem tudok semmit mondani. Gyakorlatilag értelemszerűen használható. Miért mondom, hogy értelemszerűen használható? Mert a beállítása nagyon egyszerű. Egyetlen egy dologra szeretném felhívni a figyelmet. Bár azt mondják, hogy a Flatpak az univerzális és állandóan működik, meg csodálatos rendszer. Valóban az, de esetlegesen előfordul, hogy egy telepítés, nagyobb telepítés, például most a GNOME-ot telepítettük, a GNOME háttérrendszert is telepítettük ez a kis programocskához, nem indul, hibát ad, egy újraindítás általában megoldja ezeket a problémákat, azaz, hogyha nagyobb telepítést csinálunk, amúgy is ajánlott természetesen, újraindítom a gépet, biztos, ami biztos berendezgeti a saját gondolatait, összerakosgatja azt, amit kell, és utána működni fog. Fussunk is át a beállításokon, ide a kis pontokra kattintva megkapjuk a beállítást. Nem sok beállításunk van, egy alapértelmezett időformátum, és legyen-e hang, azaz legyen hang. Azt hiszem ez az alapbeállítás megfelel nekünk. Hogyha a Microsoft Todo rendszert használod, van ott fiókod, akkor azt importálni tudod azokat az értesítéseket, azokat a teendőket, gyakorlatilag azt hiszem meg kell adni a felhasználói nevedet, jelszavadat és a frissítéseknek az idejét. 15 perc véleményem szerint teljesen jó. Azaz, hogyha ezt a Microsoftos rendszert használod, én nem használom ezt,
és akkor be tudod állítani, hogy az ottani hát teendőidet is beimportált és jelzéseket kapt. A következő menüpont egyértelmű, a gyors billentyűket megmutatja, hogyha át szeretnéd állítani, esetlegesen arra is van lehetőség, nem szoktam ezzel törődni. Elindul a program, jelez, leállítom a jelzést, köszönöm, kalapkabát. Ennyi, tehát ne vigyük túlzásba. Különböző kategóriák szerint tudod csoportosítani az emlékeztetőidet. Én, mivel nem használok olyan sokat egy csoportot, az old, az összeset szoktam használni, és hozzá is adok egyet. Nyilvánvalóan üres a kategória, mit lehet csinálni, hozzáadunk. Hozzáadunk, rákattintunk, ez lesz a teszt, igaz? Kap egy nevet, kap egy leírást, rövid leírásokat tudsz megadni, azaz ez nem lesz alkalmas ilyen munkaszervezéses, projektszervezéses dologra. Ennek valóban annyi a lényege, hogy téged értesítsen, amikor elérkezett az az idő, és van-e teendő. Sürgős? Nem sürgős? Hát én mindegyiket sürgősre szoktam állítani. Hát bizony, te eldöntöd, hogy sürgős, nem sürgős. Az időpont beállítása micsoda? 5 óra 45-kor legyen szíves jelezni, mivel 5 óra 46 van, nem feltétlenül lenne jó, hogyha akkor jelezne. Én azt mondom, 5 óra 50-kor legyen szíves jelezni, küldjön értesítést. Igen, ő küldjön. Ha neked az értesítő rendszer, ami általában be van már alapból állítva, amikor valami letöltődik, kírja, hogy letöltötte, vagy egyéb ilyen kijelzéseket szokott adni, ha az működik, akkor természetesen megkapod az értesítést. Az ismétlések, az ismétlés mennyi legyen? Most, ebben a pillanatban, 5 óra 50-kor legyen szíves egy üzenetet küldeni, és mivel be van állítva a hang, akkor a hanghatást is megkapjuk. Gyakorlatilag ezen kívül szeretnénk ezzel valamit csinálni, például óránként, 2 óránként, naponta, hetente, akármilyen ciklusba legyen szíves jelezni, igen vagy nem. Hát természetesen rákattintunk, hogyha igen, be tudjuk állítani az ismétlésnek az időpontját perctől hétig. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon kényelmes, hiszen hogyha naponta, mondjuk reggel 8-kor valamit el szeretnél végezni, és értesítést szeretnél róla kapni, vagy hetente, mert azért egy hét távlatában elfelejthetsz valamit, egy ismétlődő feladatot, akkor be tudod állítani, én beállítom, hogy percenként ismétlődjön, és az ismétlésnek a vége. Örökké ismétlődjön, vagy éppen egyéb kitétel szerint ismétlődjön, ezek a dolgok, oké, le kell menteni, erre figyeljetek, mert én ezt szoktam elfelejteni, és ahogy lehet látni, teszt, akkor 5 óra 50, itt látjuk, hogy 40-80, hozzáadhatnánk még egy-kettőt, én úgy gondolom, hogy ebből már mindenki sejti, hogy hogyan működik, bizony várjuk ki azt a értesítési lehetőséget, azt az értesítést, ami úgy 2 perc múlva megvan. Amíg várunk, nézzünk rá a lista szervezése. Listákat létre tudsz hozni, egyetlen egy lista van, különálló csoportosulás, gyűjtőfogalom, beállítva a helyi emlékeztetők, ezt természetesen ki tudod törölni, illetve át tudod írni, illetve új listát hozzá tudsz adni. Ahogy látszik, megérkezett az értesítés, és megjelölöm kompletnek, azaz át lesz húzva. Ennyi. Szerintem ennél többet nem kell tudnia egy értesítőnek, megérkezik a hang, megérkezik a vizuális jelzés, rábökök, hogy komplett, észleltem, örülök neki, hogy szóltak, és utána ennyi. Nem jó, hogyha túl bonyolult. Tehát vannak túl bonyolult, nekem túl bonyolult ilyen programok, én ezt szeretem. Miért? Mert beírom, beállítom, elindul, teszi a dolgát. Nyilvánvalóan az autostartba érdemes behelyezni, hogy kéznél legyen egy alsó ikon, vagy akárhova elhelyezett ikon legyen, hogy amikor eszedbe jut valami, amikor valami feladat érkezik, rögves be tud állítani az értesítőt. Köszi szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok!